az Anyóról Egy bemutatja Vlád Szepest. Vlád 1431. november 8-án született az erdélyi Segesvár erdőjében. Második Vlad Dracul és a moldáv hercegnő második közös gyermekeként. Első öreg Mircea uralkodó unokájaként született. Bátyja Vlad Mircea 1427-ben, öccse Szép Radu 1437-ben született. Vlád hazája Havasalföld volt, a családjával Erdélyben élt, mivel az apját oszmánpárti bajorok kiűzték az országból. Születésének évében apját Nürnbergben a sárkánylovagrend tagjaivá választották. 5 éves korában a fiatal Vládot is beavatták a lovagrendbe. Vlád édesapja 1436-ban Havasalföld uralkodója lett, és az akkori főváros Targovisztébe költözött. Vlád és öccse, harmadik Szép Radu követték az apjukat. 6 évig éltek az uralkodó házában. Az oszmán birodalom felőli hatalmas politikai nyomás miatt Vlád apja megígérte a szultánnak, hogy a vazalussza lesz, ezzel megelőzve az esetleges inváziót. Az egyesség értelmében az apa túlszulatta a két fiát, így azok az oszmán birodalomba kerültek. Ezek az évek jelentősen befolyásolták Vlád személyiségét, mivel az oszmánok gyakran megkínozták önfejűsége és gorombasága miatt. 1447-ben lázadó bojárok a Balteni melletti mocsárvidéken meggyilkolták apját, állítólag Hunyadi János parancsára. Még ugyanebben az évben idősebb testvérét, második Mirceát politikai ellenfelei Targosvistében előbb megvakították, majd eleven elégették. Vlád Szepes csupán 17 éves volt, amikor egy kölcsön kapott török hadsereg élén saját országa ellen vonult, de második László legyőzte. Vlád Szepesnek 1456. augusztus 20-án sikerült megkaparintania a Havasalföld trónját, amit 6 éven keresztül meg is védett. Trónra lépése után karóba húzatta az apja főgyilkosait, a többinek előbb igen hosszú menetelés jutott büntetésről, és utóbb belepusztultak az erődítmény építésébe. Uralkodása alatt még kísértékű lopásér és karóbahúzás járt. Kedvelt kínzási módszerei között szerepelt az élve karóbahúzatás, testcsonkítás, megnyúzás és az ezek után megváltásnak tekinthető lefejezés. Igazából a fennmaradt adatok alapján fantáziája határtalannak bizonyult ezen a téren. Előszeretettel üldözte a szászokat, és kereskedelmük miatt komoly külkereskedelmi korlátváltozásokat vezetett be, hogy megőrizze az ország a gazdaságát. Vlád a koldulást és a közveszélyes munkakerülést is bűnözésnek tekintette, kegyetlenül üldözte. Néhány építkezést is végeztetett a cárgosvisei palotán, megerősített néhány várat, mint például a Poénarit, amelyek közelében a háza is volt. Templomoknak és monostoroknak is adott adományokat. Az egyik ilyen volt a Snagov-tó melletti monostor, ahol később a feltételezések szerint őt is eltemették. Egyesek úgy vélik, Bukarestet is ő alapította. Azokat a lovagoknak, illetve szabad parasztoknak adta. A havasalföldi előkelők hatalmának kulcsfontosságú eleme volt az erdélyi szász telepesek autonóm igazgatású városaival fenntartott kapcsolatuk, ezért Vlád felszámolta e városok havasalföldi kereskedelmi előjogait és rajtaütéseket szervezett ellenük. 1459-ben beszüntette az adófizetést a törököknek, és 1460-ban új szövetséget kötött Mátyás királlyal a törökök még nagyobb elégedetlenségére, akik megkísérelték elmozdítani őt. Ez nem sikerült nekik, mert Vlád az elfogásra küldött Hamza basát kézre kerítette és karóba húzatta. Fővárosa Cárgoviszte körül egész karóerdő díszelget, rajtuk a basa és kísérete tagjai. Később 1461 és 62 telén Vlád átkelt a Dunán, miután elfoglalta a Gyurgyevót. Néhány észak-bulgáriai várat is elfoglalt, szörnyű tömegmészárlást hajtott végre. 38 ezer törököt gyilkoltatott le a Duna mentén. A monda szerint 2 adókövetelő török tisztviselőnek pedig szögekkel rögzítette a turbányokat a fejükhöz, mert azok nem voltak hajlandók fedetlen fejjel állni előtte. A török válaszcsapás nem késett. Második Mehmed szultán, Konstantinápoly nem egészen 1 évtizeddel azelőtti meghódítója, aki 1462 tavaszán megindult a Havasalföld felé. 3-szoros túlerővel támadott.
Visszavonulásában Vlad felégette a falvakat és megmérgezte a kutakat. Gerilla csapásokkal jelentős sikereket ért el, és sikerült demoralizálni a török hadat. A végső csapást egy szörnyű, taktikailag ügyes húzással mérte. Előre nyomulásukban a törökök megpillantották Cepes erdejét, azaz 20 000 karót rajtuk török fejekkel. A kiéheztetett és megfélemlített törökök visszavonultak. Második Mehmed szultán a meg nem hódított országot Radunak, Vlád öccsének ajándékozta, aki nagy török haddal megtámadta testvérét. Radu ügyesebbnek bizonyult, és Argesváráig üldözte a testvérét. A legenda szerint itt lett öngyilkos Vlád felesége, aki leugrott egy hatalmas szikláról. Vládnak sikerült Erdélybe menekülnie, ahol találkozott Mátyás királlyal. Radu azonban 1462. augusztusában nyílbeütött egy megállapodást a magyar királlyal. Ennek következtében Hunyadi Mátyás börtönözte be Vládot Visegrádon. Az is szerepet játszott ebben, hogy az erdélyi szász városok korábbi sérelmeik miatt azzal vádolták meg, hogy lepaktált a törökökkel. A további élet történetéről különböző források más és mást állítanak. Egyik szerint 1476. decemberében kivégezték, nem sokkal azelőtt, hogy a Havasalföld újra uralkodójának ismerte el. A másik szerint 4 évnyi tömlöc után már házban lakhatott, katolikus hitre tért, és megint más források még hozzáteszik, hogy be is nősült a Korvinházba. 1476-ban Vlád és Bátor István az erdélyi vajda betört a Havasalföldre, és vegyes haderővel, amely erdélyekből, néhány elégedett havasalföldi bojárból és moldáviai csapattestből állt. Utóbbit Vlád unokatestvére harmadik István moldovai fejedelem küldte. Vlád testvére Radu ekkor már egy éve halott volt, és már az öreg basarab ült a havasalföld trónján a Dánesti családból. Vlád serege közeledésének hírére basarab és csapatai elmenekültek, néhányan a törökök védelmébe, mások a Kárpátok rejtekében. Miután Vlad elfoglalta a helyét a trónon, Bátori és a sereg zöme visszatért Erdélybe, gyenge helyzetben hagyva Vladot. Túl kevés volt az ideje arra, hogy támogatókat gyűjtsön össze, mielőtt a nagy létszámú török sereg behatolt az országba, azzal a céllal, hogy basarabot visszaültesse a trónra. Vlad arra kényszerült, hogy a rendelkezésére felállt kevesebb, mint 4 000 fős haderővel induljon meg a törökök ellen. E verzió szerint a törökök elleni Bukarest közelében 1476. decemberében. Mások azt mondják, hogy a hűtlen havasalföldi bojárok gyilkolták meg. A történelmi források egyetértenek abban, hogy a feje a törökökhöz került, és azok karóba húzva állították ki, így bizonyítván hatalmukat az ördög felett. Vlád ma is népszerű történelmi és popkult figura Romániában. Szállodák, vendéglők, cégerein gyakori jelenség. Egy radiátor fürdőszoba nagykereskedés reklámjával például Vlád Cepes egy pezsgőfürdős kádat tesztel, a háttérben látható mezőn álló számos karóba húzott ember látványában gyönyörködve. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és követni minket a közösségi médiákon. Nézzetek fel a weblapunkra, ami www.unusualledger.com, és jövő hét csütörtökön újra találkozunk. Sziasztok!